A parazitákról szeretnék beszélni. A parazita jellemről. A parazita jellem nem bírja még a gondolatát sem elviselni annak, hogy teremtsen valamit, vagy termeljen valamit, vagy előállítson valamit. Ő az a típus, aki nem akar hozzájárulni, aki nem akar a dolgokhoz hozzájárulni, vagy nem akar a dolgok előre meneteléhez hozzájárulni. Igazából semmihez sem szeretne hozzájárulni. Minden legyen meg, és minden jöjjön valahonnan, minden származzon valahonnan, valahonnan máshonnan és másoktól. Mindegy, hogy honnan, és mindegy, hogy kitől. Ő nem járul hozzá a dolgokhoz, ő nem teremt semmit. A teremtés gondolata is fájdalmas a parazita jellem számára. Ezért ő nem is termel, nem teremt, nem termel, nem is tud termelni vagy teremteni igazából. Nyilván a túlélés, mint közös nevező, kényszerrel fog rá is hatni, de még ez alól, a kényszer alól is megpróbál mindenáron kibújni. Ő az, aki nem fog tudni még rövid távon sem maradandó értéket teremteni. Ő az, aki kényszer alatt nyilván termel, aki kényszer alatt nyilván teremt, de ez a kényszer alatt való termelés, ez a kényszer alatt való teremtés, ez számára rendkívül fájdalmas egyébként. És az ő válasza mind erre a fájdalomra természetesen a nem teremtés, illetve a teremtés vagy a termelés abbahagyása, vagy az abban való leállás. A próbálkozás arra, hogy a teremtést, a termelést, mint olyat megállítsa. Nem csak saját magánál, hanem másoknál is. Amikor pedig ez a karakter kényszer alatt teremt valamit, amikor teremteni vagy termelni kényszerül, akkor számára ez egy szégyen. És nem is csak, hogy szégyen, hanem szégyen és fájdalom. Itt a fájdalmat teljesen konkrétan értem. A teremtésből adódik ez a fájdalom. A teremtésből, a teremtés folyamatából következik ez a fájdalom. Később azt fogja majd mondani, hogy ezt, meg azt, meg amazt nem is ő teremtette, nem is ő készítette, nem ő állította elő, és valamivel kapcsolatban, amiről azt mondja majd, hogy nem is ő teremtette, természetesen már semmiféle felelősséget sem szeretne vállalni. Ezért ezek az idézőjelbe tett teremtményei, vagy termékei olyan dolgok lesznek, amelyek másoknak alsó hangon nem fognak tetszeni, amelyeket mások nem szeretnének majd elfogadni, vagy ha el is fogadták, vagy megvásárolták, akkor vissza fogják szolgáltatni. Ezek azok a termékek, amelyek tele lesznek hibákkal, ezek silány minőségű termékek, amelyeket majd ki kell javítani, vagy amelyek egyszerűen csak értéktelenek. Senki nem tud majd rájuk nézni, nem fogja őket használni, érteni. Nem értik majd, hogy miről is szól ez a fajta teremtés vagy termelés. Csak azt látni majd, hogy az ő termékei egyszerűen értéktelenek, haszontalanok. Ő pedig minden ilyet le fog majd tagadni természetesen. Ő nem csinálta, az ő termékeitől óvjon meg minket a sors. Mivel ő nem is termelni akar, hanem fogyasztani. Amit ő szeretne, az az, hogy fogyasszon. Minden csak befelé, befelé, befelé magába tömni, a legjobb esetben mindig csak egy irányba menjen minden. Kizárólag befelé. Ő az a karakter, aki csak fogyaszt, illetve mindent csak fogyaszt, vagy elfogyaszt,
És mindegy, hogy hogyan, mindegy, hogy megeszi, elviszi, eltöri, elrejti, lejti, eltünteti, az ő legjobb barátja a véletlen, a legjobb magyarázata a dolgokra a véletlen. A dolgok csak úgy történnek. Mindenre ez a magyarázat, semmivel kapcsolatban fel sem merül a felelősség. Egyébként ez a mechanika, az egész anyagi univerzum csapda jellegének a mechanikája. Aki szeretne a privát Telegram csoportom tagja lenni, iratkozzon fel a Patreon csatornámra, és kapni fog egy meghívót. Ne legyen szép napotok, legyen csodálatos napotok. Truly yours.